Laci, ma nagyon aktív leszel? Csak azért, mert akkor azért úgy helyezkedek, Pitlane hogy speed limit is azért könnyen le 64 km tudjalak per hour. megnyíltani. Ha ma is olyan leszel, mint az There's elmúlt traffic on két-három the exit. napban, Keep akkor it tight. végülis. Ó! Szia, kollega, mi történt? Azt nem is teleportált már. Ó, gyerekek! Fiatalság! Bolondság! Gyors gombra rakjam be. Tényleg amúgy ez mekkora ötlet? Biztos meg lehet zsinálni. Ez tuti. Ez biztos. Hajnalkának a konyha tudásáról mit feltételezek? Hát nagyon ügyes lehet. Hát tőled még nem kaptam nyaklevest, az biztos. Úgyhogy azt már nem unhatom. Jó, de... Na! Hát most basszus, ez olyan, hogy... Pizza! Unod a pizzát! De az én pizzámat nem unhatod, mert még majd nem ettél. Ah, adjuk pár! Hát ez nem így működik azért. Hű, de elrontott a baszki. Vagy lehet, hogy én zavartam meg a sászra szerintetek? Lehet, hogy én zavartam meg. Car left. Clear left. Szerintetek ők most szítták az én vallagamat? Kicsit ilyen... Hát nem is tudom, lehet, hogy mindjárt kihívnak engem. Jaj, gyerekek, most jut eszembe a szondázásom. Azt akartam oda, hogy mindjárt kihívnak megszondáztatni. Azt a büdös kurva istán olyan vele esek ezzel a gyors körül. Vagy de? Menjünk. Egy két felvezetős kör csinálunk. Gyerekek! Ma reggel nézem az e-maileket. Hú, levert a víz. Komolyan. Rákerestem, nem tudom, már valamit kerestem az iRacing-es levelek között. És nézem. Kaptam egy levelet, amit nem nyitottam még meg. Valami elbírálás. Mondom, na, nézzük csak. Na, hát valami, de én máshogy fogalmaztak, tudod, más volt minden. Olvasom jobban, hogy vizsgálódtak ellenem! Hú, bazd meg! Mondom, ma lehet nem is lesz iRacing akkor, gyerekek. Ez ennyi volt, kész. Van. Banned. Olvasom. Jaj. Nem is tudom már, hogy rosszul jöttem vissza egyszer a pályára. És hogy amiatt reportoltak. Hát mondom a kurva anyját, melyik volt az, aki fölnyomott engem. Kinyomozom, elkezdem nézni. Melyik szerveren lehetett ez az elmúlt napokban? Hát... Aztán ránézek, hogy mikor írták a levelet, 10 nappal ezelőtt, jó, ott akkor meg is nyugodtam. Hát ez egy elég régi cucc, tehát legalább egy ilyen... Hát minimum 11-2 napos lehet körülbelül, mert ugye kivizsgálják. Meg... Tehát az átfutási idő, kivizsgálják. Ide válaszolnak, fene tudja. Hát megúsztam egyébként egy ilyen figyelmeztetésszerűséggel, ha lehet így mondani. Úgyhogy jogos, hát persze, volt egyébként, csak azért kezdtem el egyből nyomozni, mondom, bakja, akkor megpróbálom visszanézni azt a versenyt, ahol ez történt, hogy ismerjem a verseny igazgatóságot, a bizottságot, hogy milyen a magatartásuk, milyen helyzetet, hogyan bírálnak el, úgy, hogy meddig lehet feszíteni a határt, a húrt. Ez olyan, mint például, mondok egy egyszerű példát, ez olyan, mint például, amit most nagyon csúnya példát hozok föl, nem akarok itt komoly sebeket föltépni ismét, de most ez jutott engint eszembe. Annó, amikor Forma 1-es Bahreini szezonnyitó nagydíj, talán szezonnyitó nagydíj volt, 27, talán 30-on levágott egy kanyart Hamilton, ami szabályos volt igazából, utólag ez kiderült. Aztán ez nem is jó példa. Milyen példát hozzak föl? Kell példa egyáltalán? Dehogy nem kell példa. Mindenki érti, nem? Menet közben rájöttem, baszki, hogy ez van egy hülyeség. Ez nem állja meg a helyét. Na jó van. Jó van, mindegy, összezavartatok teljesen. Lacinak adok is egy tejút, baszki. Ránézek és elfelejtem a gondolataimat. Ez így nem mehet tovább. Laci,
vigyázzál magadra. Ez kicsit hosszabb lett, mint gondoltam. Én szerettem volna, de Laci! Ez van. Laci, igen, elegem van belőled már most, komolyan. És még az adásból alig telt el 20 perc. Na látjátok, ilyenkor lenne jó baszki a izé. Húzus mérő. Kurva életbe. Na majd holnap. Holnapra, addig nem alszom, még nem lesz jó. Egyszerűen kívül. That puts you 6.0 off the pace. Your lap time was 134.12. Vicsaj Laci! Ilyen free Laci, Petya! Nem vagyok következő kiszemeltem. P15. Sector 1 is quick. Fastest lap for Olsen, 128.04. Oh, fuck you, bazd meg, kibaszott Porsche! Büdös istálóját bele ez a... Mindegy, feltartott volna mondjuk, szóval tök mindegy, mi történt itt most, jó? Mindegy. Na, meglepődtem most, hogy baszki, ez egy ilyen 27-6-os kör lehetett volna, ami óriási. Nem is éreztem jónak a tempót, hogy semmi. Első mérkő. Sector 3 is 0.9 off the pace. Jó, hát ez előfordul sajnos. Tanulja a pályát szerintem a srác. Akarom emiatt exiddi. Körültekintőbben kell ilyenkor menni a ellenfél mögött, mert na, tanulja, valahol tanulnia kell, és én figyelj, magamból kiindulva kurvára megértem, hogy ő társaságban szívesebben tanulja a pályát. Ahol van forgalom, ahol úgy érzed, hogy egy kicsit olyan mélyebb vízben vagy, mint mondjuk rányom szarra, hogy test drive, és akkor mész egy totál üres pályán, baszki. Gyerekek, látok csak. Gyorsan nézzük meg, hogy milyen a pálya állapota. Hát ez mit jelent? Ez gyakorlatban mit jelent? Moderately low usage. Ez mi? Tehát, hogy mérsékelten alacsony használat. De ez mit jelent? Melyik a jó, az igazán jó? A clean, a tiszta? Vagy ez jobb annál, a cleannél, a tisztánál? Mert hasonló körülmények között legutóbb mentünk már, és bakker, nem volt jó a tempó. Most egy ilyen alibizős körrel meg jó minden. Hát, hogy lehet, hogy én már múltkor kurvára részeg voltam. Lehet. Pit exit's clear. Push. Lehet, hogy full részeg voltam. Limiter's still on. Disengage it. És nem tudtam jól fölmérni a terepet, vagy valami ilyesmi. Jó, szégyed magad. Sajna. Jó hiszeműen szegény sacsa fölteszi a kérdést, hogy púzusmérőhöz mi kell, hogy működjön. Erre azt írja, hogy púzus. Úristen. Jó ég, szégyed magad. Saca, azért remélem nem vetted magadra. Húzus, hogy ne? Így van. Így van. Hát, igazából pulzoid nevezetű alkalmazás. Arra keresél rá, saca. Pulzoid. Ez egy csomó készüléket támogat. Okos óra, karkötő, mit tudom én, miket. És akkor azzal össze lehet kötni. Ha jön a lemez, a kompresszor úgyis jobban szerint bármelyik csajod. Ja, jó van akkor, saca. Kristóf, nagyon szépen köszönöm neked az ajándék feliratkozást. Köszönöm. Péter, köszi a szurkolásod. Adjuk ezt a free lacit.
Itt van már az, hogy jaj Istenem. Ilyenkor emelkedik a pulzuson vajon? Hát ilyen 80-as lehet, 80-85. Azért, mert tegnap volt a kurvára sokat mértem. P6. Órákon keresztül azt néztem, hogy... De most fennyeszű verés. Aha. Tehát már ráteszem a kezem, két dobbanásból megítélem én bazen ennyi a pulzusom. Komolyan mondom. Így ott van... Aha. Kimondtam, hogy Laci, és 90 lett bazd, kérzem. Úristen. Laci, addom kell még egy téót, ne haragudj. Nem tudom mit csinálni ezzel, jó? Tehát nem akarok itt infarktusba elhújni miattad. Túl dobban a szívem miattad. Kicsit vegyél vissza. Kevesebbet írj, légy szíves. Köszi. Laci, Istenem, komolyan. Inkább egyed a kirántott asztal fiókodat. Megfőzed a pizzádat. Uram, Isten. Laci, komolyan. Amúgy, hogy te lennél, ki kéne találni sajnos. Azt kell mondjam azért. Ezért is megkapsz a téót, mert ez így nem mehet tovább. Kezdesz elszállni emiatt. Az az észrevételem. Ocika, köszönöm szépen neked az ajándék feliratkozást. Őrületesen nagy sistergés. Köszönöm szépen. Közben valami gyorskört is össze kéne most már rakni. Valami említése méltó gyorskört. Mindig sikerül, volt már egyszer-kétszer arra példa, hogy pont úgy találtam el a gázpedált, hogy vagyis a gáznak az adagolását, hogy úgy értem rá a gázpedálra, hogy behúzta magát az autó lényegébe. Megpróbáltam megint, de hát nyilván nem jön össze. Sector 1 is 0.42 off the pace. Istóf, köszönöm szépen az újabb ajándék feliratkozásodat. Köszönöm szépen. Fizetős? Nem fizetős. Ingyenes aca. Hát én ingyenes. Lett azért nem működik. Pedig még konkrétan tegnap még leveleztem is egy csomót a fejlesztőkkel lényegében. Vagy hát akik segítséget nyújtanak. Tudom én kik voltak, a fejesek. Küldtem neki képeket, hogy bazd meg azért, amik ki vannak rakva az oldalra, azok már nem úgy néznek ki most. Kérdezték, hogy hát meg tudnánk oldani, hogy elküldöm azt, hogy én most mit látok, hogy akkor hogy az jó legyen majd neki későbbiekben. Na, bazd, persze. Ha már itt semmiben nem tudtatok segíteni. Nagyon szívesen. Hogy ne, persze. Hogy ne, mindegy úri ember voltam. Azóta sem válaszolt, bazd meg. 10 fényképet küldtem neki. Leírásokkal. Lehet, hogy... Hát nem tudom. Lehet, egy kicsit megkopott az angolom. Lehet azt hitte, hogy úgy értelmez, hogy elküldtem az anyjába. Sector 2 is 0.28 off the pace. Hát kár, hogy egy sérült autóval jövünk. Menet közben jöttem rá, hogy bazd meg úgy az autó. Watch your speed. Activate limiter. Péter, köszönöm a szurkolásod. Nem kell sajnálni Lacit. Nem kell sajnálni, ez ő maga provokálta ki.
Hogyne. Bizony, megérdemli. És ilyenkor meg teszi a hülyét direkt. Ilyenkor meg így... Azt mondja, hogy de hát én itt sem voltam. Tudjuk, hát persze, láttuk. Szakszervezet kerít a csatornára. Uram, atyám. Az hát. Az hiányzik még ide nagyon. Igen, itt diktatúra van. Nézzük szava. Semmit se ér. Ez így van. Ez ennyi, hát formalitás ez csak így. Megjátszom magam. Hogy azért úgy hallgatok rátok, de tudjátok. Tudjátok, hogy megy ez a valójában. Na. Na, úgy. Pontosan úgy. Így van. Egyik fülemben be, másikon ki. A tártással. Micsoda szupra, komolyan. Komolyan. Na, ez igen. Lekötelezel. Az nagyon szép. Nagyon szép. Tekintély parancsoló. Supra, komolyan mondom, engem azért most azért úgy... lenyűgöztél. Megleptél, nagyon. Na, inkább maradjunk ennyinél. Szép volt. Mi kell a púzusférőhöz? Most ez megint eszembe jutott. Púzus. Istenem. Nagyon-nagyon nagy hadakozások folynak, bár most bizony. P9. Inkább elvettem. Össze nem kéne törni magunkat. Sector 1 is 0.6 off the pace. Off the pace in sector 2. Érdekes, tök jól működnek a dolgok tényleg. Így a végén lehet, hogy sikerül valami jó köridőt is összerakni. That was a 129.26. You're a tenth off the pace in sector 2. P9.
55. Good lap. That's your quickest so far. You need to find a 10th in Sector 3. Sector 2 is 2/10 off the pace. The guy behind has just done a 128.25. Currently 0.7 off the leader's pace. Sector 3 is 0.31 off the pace. Mag. Mind these track limits, please, Nandy. Hallogy, ez ezt slow down to give back the time gain. Nem tudom jól megcsinálni. Nem tudom, mi a kurva élet van. Valahogy itt... Valami nem jó. Valami nem jó. Próbál akkor rájönni, hogy... Mi a csuda lehet ott. Nem olyan hűde rossz a pálya egyébként. Talán... Tehát ugyanúgy vannak ilyen csodródások, tehát... Várjatok közben, 12 perc és jön a verseny, ugye? Igen. Még egy kör. Szerintem kijövünk. A biztonság kedvéért átvegyünk arra a szerverre. De nehogy itt, attól félek, elpofázom az időt. Pistóf, nagyon szépen köszönöm neked a ajándék feliratkozást. Ha még nem tettem volna meg. Ez meg... Hát... Tud a életben. Hát... Na várjatok! Inkább menjünk át oda. Biztos, hogy másabb körülmények lesznek. Ismét. Így. Így puty. És akkor megjelentkezünk, és ide pedig átjelentkezünk. Ez az. Na innen már nem szabad viszont visszavonulni. Gyerünk! Közben nagyon röpködnek a tiók, ha jól látom. Nagyon, nagyon helyes. Nagyon helyes. Igen, nagyon helyes. Nagyon jó ezt látni. Örülök, hogy harcoltok. Tessék ezt folytatni. Nagyon jó. Na, örülök neki, Ibino, megtanultad. Jó van. Nagyon helyes. Gyorsan tanulsz, végül is csak... Hány év kellett hozzá? Hát, nem csodálom, mindig vannak próbálkozások, hogy ezt a diktatúrát csak le kéne váltani, de nem. Ha-ha-ha! Hogyan? Dehogy is. Hogy mi? Nem értem, háj. Azt akarod mondani, hogy Béla a pilóta? Ezt akarod kihozni az egészből, mi?
eső után köpönyeg. Úgy van. Minden a kormány és az ülés között dől el. Én mondtam, hát erre utaltál, háj, hát ne fogd rám. Hát erre utaltál, nem erre utaltál? Erre utaltál. Hát most mi néz oda, még itt játsz a kis ártatlankát, hogy jaj, de nem én mondtam ki. Hát, végül is nem. Ja. Hogy forgatja a kártyákat? Milyen kis alattomos. És Sunyi? Sunyi. Én Hajnalkát megbízom, gyerekek, ő lesz a versenyigazgató. Ő fogja elbírálni itt az incidenseket. Ő kezeli a dolgokat. GT3? Lesz-e jövő héten is? Hát akkor szerintem eddig lesz iRacing, utána meg szerintem egy hetes pihenő, vagy hát ilyen legalábbis mostanihoz képest annak lehet mondani talán, mert Nordschleife lesz a pálya, és nekem ahhoz nem sok kedvem van. Ugyanaz igazából, ugyanaz a pálya, max annyi, hogy egy fokkal hűvösebb. Igen, más kategória viszont lehet, hogy lesz majd a következő héten. Igen, ez benne van a pakliba. Ez benne van a pakliba, mert... Your exit is clear. Nem, watch the white line. Nem látom értelmét én egyelőre. De engem nem hoz annyira lázba az a pálya. Hogy menjek rajta, most kívülről elnézegetném, félreértés ne esik, de... Inkább egy bármelyik másik teljesen új pálya. Bármelyik autóval, akár. Hogy menjünk, toyotázunk egyet, nem, meglátjuk, mert most... Néha-néha azért biztos ez vagy valami iRacing, csak... Nem, meg amúgy sem árt egyébként. Tudatosan egy ilyen egyhetes kis pihenőcske. Bár lehet nem fogom bírni ezt a pihenőt. Ha egyáltalán lehet így fogalmazni ezt. Hát hozz képes, hogy most hogy egy iRacing van, de mégis lehet. Ajajajajajajaj, ezek nem jó jelek. Ezek ilyenkor. Főleg egy gyors kör alatt, mikor így megindul az autó. Utána biztos 2-3 kanyaron keresztül csúszni fog. Leader has just done a 127.57. Sector 2 is 0.37 off the pace. Time is fast. Passa, B2.
The guy behind has just done a 128.55. Lehet érezni most ezeket az elpattanásokat. Picikét rossz helyre rakom az autót is. Elmegy a büdös francba. Egy-két helyen lehet, hogy kevesebb gáz kéne nyomni amúgy meg. Nem is időmérős körön. Most jutott ez eszembe. Nem is ki lehetne próbálni, ugye egy kis megcsúszás. Olyan hosszú ideig azt visszük magunkkal. Sector 3 is 0.7 off the pace. Ja, Matesz, jó reggelt! Sector 2 is 0.33 off the pace. Good lap. That's your quickest today. Sector 3 is a tenth off the pace. Hey, 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 hey. Jó van, jó van. Hát ma remélem azért egy-két... Egy-két kanyart jó kéne már megcsinálni, baszki. De első szektorban. Nem tudom, próbálkozom folyamatosan, nem tudom. Kicsi a... Valahogy... Lehet, hogy korán fordítom be az autót amúgy. Lehet amúgy. Komolyan mondom, lehet. Komolyan mondom, lehet. Nagyon-nagyon, oké, hogy beszűkülök, de nem így kéne. Az meg, inkább hagyni kéne, menjen ki fel az autó az egyenesben. Előre, előre. Megnézzük máshogy, megint. Majd valahogy megfejtjük. Előbb-utóbb biztos meg lesz, és azért ez egy elég fontos része a pályának. Ezt nem sokan csinálják jól. The guy behind has just done a 128.47. Hát valahogy így kéne talán, de most még többet kellett volna vágni a jobb oldalából. Ez semmi nem volt. De mindjárt megnézzük kívülről. Biztos, hogy hozzáért a kerék, viszont a keréknek mely része ért hozzá?
Hát... Meg ez egy kicsit ilyen bátortalanka volt. Hát nem is tudom. Hát soha rosszabbat! Maradjuk annyiba, soha rosszabbat! Annyira nem volt rossz, csak... Annyira fontos jelentősége van egy ilyen komoly féktávnál, hogy mekkora féket használok, hogy az őrület! Nem mindegy, hogy 75 vagy 80%-os fék. És honnan tudjam, hogy mikor 75, és mikor 80? Ez sem, azt nem érzem. Csak azt érzem, hogy 90. Meg úgy satszver kb, hogy mit tudom én, 70 és 80 között vagyok valahol. Hát, hogy... Sok kör kell, hogy az apró rezzülésekből lehessen olvasni, lehetőleg jobban. Hú, Laci, nagyon spamelsz. Ne spamelj ennyire, légy szíves, Laci. Állandóan írsz. Ne írj, mondtam. Fölmenj a pulzusom. Nem jó ez így. Mindent kommentel, Laci. Nagyon elemében van. Komolyan mondom. Bassza meg. Az igen. 26 fokos pálya. És magas, azt... Szerintem ez azt jelenti, hogy fel van gumizva az a tetves pálya. Mi legutóbb úgy mentünk, hogy magas pályahőmérséklet, és szinte tiszta volt a pálya. Úristen! Balázs is itt van, Ákos is itt van! Ákos pont nem ismerem. Gyerekek! Azta! Hogy? Hogy? Hogy kerültök ide? Mi ez? Ez a legerősebb split? Biztos? Balázs! Balázs, menekülj! Jövök! Jön a tank! Hú, de kiütlek! Hogy a csodába, Balázs? Mi a leggyorsabb köröd ezen a pályán? The track temperature is decreasing. It's now 26 Celsius. Lehet, nem is hall. Nem baj, akkor így járt. Ajjaj, Nandi tank. Ajjaj. Teljesen tempó jó? Hát ezen a pályán mondjuk az... mégis a legfontosabb. Tehát ahol konkrétan nem is, alig lehet előzni, szinte. De nem olyan nagy baj az végül is, tehát mégis versenyen osztják a pontokat. Kitüntetést érdemelne, Laci, ezért a teljesítményért. Hajnalka, nagyon elfogult vagy. Hát, csalódtam benned. Ez durva volt. Hajrá neked is, Balázs. Meg igazából mindenkinek. Ez 20 perces verseny, ugye? Az, jó. Azért, mert akkor visszamentem volna lemenni a tömanyag szintet. Itt ugye nem lehet. Na. Indítsuk jól a napot.
kurva anyádat azt. Direkt kurvára óvatos voltam. De most ilyenkor mit kell csinálni? Kezdhetem a következő kört? Nem értem, ez miért van így. Nagyon sokszor megforogtam már. Your exit's clear. Don't cross the white line. Okay, Nandi. Az a baj, most megint ugye hideg gumikon mehetek, basszus. Hát nem tudom, hogy ebből így milyen gyors kör lesz. Hát egy 28 travén 1-2 ment volna kapásból most. Nem is igyekeztem annyira. Hát basszus, hogy így megcsúszott. Direkt vigyáztam az autó hátuljára most. Tehát itt azért néhányszor megindult az autó hátulja. Ami nem esett jól. Fenne a pofáját. Így van, Matesz. Igen. The leader has just done a 127.88. Az igen. Jó. Borzasztó volt a pálya szerintem. Hát olyan helyeken buktunk, hogy... Őristen. És 27-8 volt a leggyorsabb kör. Azt a rohadt. Kemény. Hát kellett volna nagyon a második gyors kör, hogy egy kicsit azért úgy gumi működjön talán jobban. Talán jobb lett volna. Érdekes verseny lesz. Próbálok higgadtan versenyezni most, mert múltkor szerintem nem voltam elég nyugodt, amikor ilyen szar volt. Ugyanolyan szar volt a pálya most, mint legutóbb. Teljesen. Ilyen pályán van meg. 27-es kör max úgy benne, hogyha második gyors körömnél. Nézd meg, itt van a Danila is, 28-0, pedig ő már ment 26-os köridőt is. Gyönyörű bizonyíték, és ő Mercedes-szel van. Remélem, eddig mindig azzal volt. Ennyi. 28-0 még ment volna. Szerintem az egy korrekt kör. Az egy olyan kör, hogy passzántos. Sok sikert mindenkinek. Szia, Boldi. Jó fele tapogatózol. Az LMP
Jó, jó, jó hangzik. Múltkor kipróbáltam, amikor volt egy karbantartás. Volt szerencsém akkor kipróbálni. Nagyon tetszett. Nagyon tetszett, a V8 hibridet is kipróbáltam, BMW-t. Az is nagyon jó volt nekem, nekem ez az LMP 2, meg a V8 hibrid az 20. Ebben a játékban nekem az a Forma 1. The air temp is 25 Celsius. Én nagyon jól érzem magam itt a GTA-romban, ez zseniális kategória. De idővel, ami lehet, hogy 2 hét, lehet, hogy fél hét, lehet, hogy 3 hónap, de komolyabb kategóriában mindenféleképpen majd végre fogok menni. Okay, Nandi, get ready. Floor it. That's 20 minutes to go, 20 minutes. Looks like P5's gone off in turn 14. Left side. Still there. Clear left. On your left. Car left. Clear left. Sixth place. Kurva kemény verseny lesz így. Bármilyen kiradva szép tőle. Leader has just done a 128.23. B6. Thank you.
right, Nandy. Don't be intimidated by this little shit. Make him work for it. He's faster than you, entering turn 5. Próbálok a lehető legnyugodtabban menni. Mert ez a hatodik pozíció az első osztályon. The gap to Olsen ahead is now 0.7. Sector 3 is 0.41 off the pace. Left. That's 15 minutes. Nice and smooth with that throttle. Keep it balanced. Ez az. Pont ezt akartam még mondani. Erre lehet majd építeni, hogy mi nagyon higgadtak maradunk, szélárnyékozunk. Ott is van egy lepattanó. És ő lesz a következő lepattanó. Aki előttünk van. A negyedik helyen. Össze fogja magát törni előbb-utóbb. Now 0.9. Nice one, Nandy. You're looking really good. Come on, keep your focus. P5. Nagyon rossz tempót hozzát itt a srác. Fuhú, bázza itt mennyit hozunk rajta. Ezt ő is előbb-utóbb észre fogja venni és bele fogja verni a falba. Mivel fogadunk? Öregem, alacsony sebességű részeken mit megy a fickó? Képesztő, hát eléggé máshogy kéne vezetni ezen a pályán szerintem. That's your quickest lap in this session. Ott is van, ott is volt a kocs. Ott is volt. Ez az. Minden körbe szétveri az autóját a srác. Az előbb-utóbb meg fogják kenni. Hát a verseny felénése vagyunk. Gap to Olsen ahead is now 1.3 seconds. That's your fastest lap. Mm-hmm.
de konstans nekiveri a falnak, vagy ez deszink, vagy mi? Hopp! Valaki hibázott, nem? Vagy... Ez a Meyer gyerek, előző körben elég. Okay, Nandi. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Halfway home. Fuel looks good. Szerintem a Meyernek súlyosan sérült az autója. Aztán valahogy növelni kéne a tempón. Ez így borzasztó. Már semmi szélárnyékom nincs. The gap behind is now 1.0 seconds. Meyer lehet, hogy nem sérült. Sőt, biztos. Annyira nem, mint amennyire én gondoltam. Ez a Mercedes bazen erre a pályára nagyon nem való. De ott van a másik példa, a Danilla, második helyen. Ő meg hogy megy így? Akkor mégiscsak lehet menni. Valamint másra csinál. És fél másodperceket ad konstans minden körbe. Szóval kíváncsi leszek a másik percről összes, hogy ő hogyan ment. Alright, Nandi, you've got half your fuel left.
behind has now decreased to 0.7. Quicker than you, entering turn 5. Hát ez többened, bazd meg. Megpróbálnak agresszívabban fékezni, de nyíl egyenesen szökkentem lefele. That's 5 minutes to go, 5 minutes. Sector 3 is 0.6 off the pace. Egyszerűen fogalma nincs, hogy hogyan lehetne a srácra fölvenni a versenyt. Magamban autókázok, próbálok azért máshogy viszonyulni a dolgokhoz, de egyszerűen az egész autó nem akar működni. Okay, Nandi, that's good consistency. Keep it up. Hihetetlen. Ha-ha! Hát ez őrület. Nagyon durva. Azt a kurva. Jaj. És a ráfordítóban van egy-két olyan bukkaló, amit rosszul találok el, ilyen rosszul tapadó pályát, azok lepattogok az egyenesről. That's 2 minutes left, 2 minutes. Hát ezt jól lerontottam, a kurva élet. De a srác is itt mögöttem bénázik, szóval. Lehet, hogy talán ezen a pály, ilyen körülmények között van annak a legnagyobb jelentősége, hogy mennyire tudom megtartani a lendületet, fokozatosságot. Okay, Nandi, 10 minutes of fuel remaining. One more lap to go.
Még ő nem bontotta szét az autóját az Erik. Ötten lévő srác. Hát ez bitang. Ez nagyon kemény verseny volt, baszki. Looks like P2's gone off in turn 1. 2 minutes to go, 2 minutes. Hát egy... Ennél az is könnyebb, amikor egész végig bazd meg védekezned kell. Ennél még az is jobb. Megnézzük a Danilát. Nagyon kíváncsi leszek erre. Viszont amúgy ez egy jó eredmény, iszok jó eredmény, mert rengeteget pusszolunk. Itt amúgy az első körben baszki a srácot. Szerintem kiraktam a pályáról. Azt hiszem, ja igen, jaj, na jól elnyomom. Itt ugye volt egy megingásom. Elkezdett nagyon furán pattogni az autó, mondom baszeg. El is engedtem. Itt próbáltam egy, a srác is egy iszonyatosan kemény féktávot vett. Én nem tudom, hogy ezzel a szaros Audival hogy lehet ilyen féktávot venni, baszki. Milyen fékerő elosztással dolgozik ott a srác? Hát kemény volt, na, hát most kapott egy kis kokit. Hát annyira nem volt ez vészes igazából, belén fordult a srác. Hát most én hol forduljak el, mit gondolt? Hát annyira más éveken akart itt jönni a srác. Ez se nem alávágás, se nem elfordulunk egymás mellett kategória. Simán lett volna ott hely mellettem. Ne hülyéskedjünk, és hiába villogott itt a muki. Ez semmi nem volt, baszki. Hát még jó, hogy nem éreztem magam rosszul. Nézzenek, hát hova fordult a se? Ott volt a hely. Miért jön nekem? Hova akart itt elfordulni? És hát nyilván persze, miután már megüt a srác, egyértelműen másabb íveket mentünk. Hát lehet, hogy későbbiekben nem lett volna helye. Fene tudja. Előfordulhat. Úgy. Előfordulhat. Első körbe kiütötték a kereked? Opa. Na majd mindjárt kinyomozom én. Igen? Első... Tényleg. Menj már! Ne! Ezt nem mondod komolyan. Baszki. Úr, hát ennél jobban nem lehetett volna ezt kikerülni. Hát most itt jobban lepattogsz a falra, bakker, utána mehet, hát hogy jössz onnan? Hát, akkor is. Itt ez minden, hogy telibe vert volna. Hát sőt, még itt meg is forogtál volna szerintem, hogyha még hátrébb üt meg. Úristen. Szép. És így mentél végig? Ne viccelj már. 29-4 volt a leggyorsabb köröd. Úristen. Hát akkor elfelejtettem vezetni szerintem. Most itt van a srác. Erre a körre nagyon kíváncsi leszek. Mit csinált ebbe a körbe? 28-1. Azt hiszem nekem is ebbe a körbe lett meg a leggyorsabb köröm. De akkor is 7 tizeddel ment gyorsabban.
ugyanúgy van beállítva a sász, mint én, teljesen. Ugyanúgy mentünk. Még az a minden stimmel. Max a fékerő elosztás lehet más. Ki a Kodi? Kevés helyen használja a kerékvetőt. Hát ugyanígy megyek. Hogy ezt miért mondtad? Most innen azért nehéz megállapítani, hogy mekkorákat fékez hozzám képest. Vagy hogy? Hogy érted, hogy nem fékez közel sem akkorákat? Egyszerűen csak jobban érzi ezeket a körülményeket. Pedig minden mennyiben másabb az meg. Lecsúszások, elcsúszások, túlcsúszások. Nem, ez titkos, hogy mennyi gázt ad. Ez teljesen fokozatokat. Fokozatokat lehet látni, és ennyi. Minden más kamu. Az, hogy ABS, TC, ez teljesen mindegy, ez kamu. Nem tartozik ránk. Nagyon csalóka egyébként. Az összes féktár. Úgyhogy telemetria kellene ahhoz, hogy lássuk, hogy hol mit csinál pontosan. Ami végig úgy tűnik, hogy az ki mennyivel rövidebbeket fékez, igen, mindig ez van. Mindig így tűnik. Nekem az jön át ezen a fedélzeti kamerán, hogy jobban tapad az autója. Hülye hangzik igazából. De tényleg úgy tűnik, abszolút. Hát ennyire érzi, az azt jelenti. Ő is lassabb, nem ilyen tempót szokott ő venni. Hát nem tudom. Nem lettem okosabb. Semmivel nem lettem okosabb. Jó. Másfél perc. Indul a következő verseny. Vagy arra kezdjünk el készülni. Az a baj, hogy most hiába is nézni meg mondjuk a telemetriát, mert ennek a srácnak biztos, hogy nincsen telemetriája. Ő nem ezt használja, az kurva élet. Ez olyan rossz. Nincs itt. Nem baj, nézzük meg mondjuk ehhez a körünkhöz viszonyítsunk.
Azt a kurva, de hogyan? Mennyit bukok. Öcsém. Jujj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 
lett. Baszki. Ez döbbenetlen. Nagyon keményen használom a féket. Igen, tehát ebben biztos, hogy benne van az, hogy más körülmények voltak. Egyértelműen. Ja. Biztos. De lehet, hogy többet ma ilyen pályán nem is megyünk, ilyen szar pályán. Borzasztó nehéz, meg nem is merem oda tenni a falra az autót sokszor, mert egyszerűen annyira azt érzem, hogy van egy lutri faktor az autóban, hogy nem tudom, hogy hogyan fog reagálni az autó. Tényleg. Ez a srác pontosan tudta, hogy mikor, hogy fog reagálni az autó. Ezt a részt jobban kezelte. Ennyi. Jobban érezte. Ennyi igazából. Ugyanazt csináltuk mind a ketten, csak ő jobban érezte, hogy mikor mit fog csinálni az autó. Magabiztosabb volt az autóba. Ennyi. Ennyi volt a különbség. Ez biztos. Ezért nem lehet látni itt ördöngős dolgokat. Én gondoltam arra, hogy máshogy kellene váltani néhány helyen. Jobban pörget, de nem jó, nem. Lelassulunk, szóval. Ha meg túl nagy fokozatba indulunk, le akar fulladni az autó. Itt van óriási szakadék megint. Aztán mocskos. Nagyon kemény. Nagyon kemény. Ja. Hát így van, Andris. Így van. Agresszív. Hát én is úgy váltok visszafele, mint az állat. Hát van, hogy üres járatba váltok, mert nem engedi visszaváltani az autó, szerintem. A hosszú egyenes végén spamelem a fokozatokat. Szerintem. Kerékvetőről elpattogott az autó. De mondom, ugyanúgy mentünk, ahogy a srác. Hát, az optikai csalódás, amit mondasz, Kodi, az 100%. Nem hülyének akarlak nézni, félreértés, ne essék. Csak kérlek, tehát így megyünk. Sőt, még óvatosabban mentem, mint a srác. Hát ezért voltunk lassabbak. Na, közben várjál csak. Hát ez valamivel elvileg jobb pálya lesz. Vagy hát ilyen mindegy, azonos körülbelül. Csak ugye most nyilván ugye tudjuk módosítani az üzemanyag mennyiséget. Ami nagyon fontos, hogy kell a kettő gyorskör. Nagyon kell a kettő. Baszki, 17. vagyok iDating alapján. Mi lesz később, gyerekek? Dél van csak.
Bele kell húzni, ezért mondom, itt el kellene érni a 3000-es iratinget, és akkor fixen a maradék időben bekerülnénk mindig a top splitbe. Ami nagyon jó, mert ott lehet a legjobban tanulni. A Menü című filmet? Láttam. Igen, moziban néztem, hála jó égnek. Júj, de jó volt. Júj, de jó volt. Nagyon jó film. Szerintem nagyon. Egyedi, jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Nem tudtam, hogy itt most mi folyik. Az a feszültség. Mi lesz? Voltak sejtéseim, meg hogy mi? Tényleg? Eva? Mi? Úristen. Hol vagyok? Jó. Nagyon jó volt, szerintem. Nekem nagyon-nagyon tetszett. Hú, de jó volt az. Mi a trim? Így van, Andrés, igen, igen, pontosan. Porsche-val nem mentem, Red Bulling óta nem mentem vele. Nem is szeretnék. The leader has just done a 127.05. The 21st. That lap time was 130.82. The car in front has just posted a 132.35. Done a 127.05.
P16. Kemény. Kemény. Kicsit túl gondoltam ezt a kört. Kurvára. Baszki, top 12 milyen szoros. Jézus atya úristen. Az nagyon kemény. Bakker. A büdös istálló, hát ez nagyon nagy, megint szenvedős volt, baromian. Francba. De szoros. Hát egy 13. hely szerintem meg lehetett volna. Annyi volt benne miattam. Igen, túlgondolás volt részemről szerintem. Aj, baszki, most egy kicsit úgy érzem, hogy újra akarnám tanulni az egész pályát. Utaság. Talán ezt ezen a versenyen elhagyjuk. Jó, jó. That's igen. The end of the session. 16th place. A holdponton való átkelős verseny kell. Remélem ez így helyes volt. Szia kecske. Hoztad a plusz tizedeket. Hát nem plusz hozzá, minuszokat vigyél. Leértelek. Köszönöm. Kelleni fog mindenféleképpen. Értettem bizony, persze. Szigorúan. Az a baj, hogy ha túl óvatoskodom, akkor elmennek mellettem 2-3-an. Viszont ha túl agresszív vagyok, akkor meg... ha van egy baleset, akkor... orosz rulett van. 100%-ig. Úgyhogy... hát... Meglátjuk. 35 másodperc. Próbáljak. The track temp is 23. The air temp is 22 Celsius. Próbáljam. P16. Próbáljak. Forron és jöjjek ki hamarabb a box. Ja, a lávágás miatt? Hát ha úgy alakul, catch up biztos to car number 09. Ez igen, itt lehet állítani az autó beállításom. Be ready. Green, green, green. Car right. There's an inside turn two, still there. Hold it clear right. Well done, Nandy. Good start. Az egész jó volt a rajt.
Nem lehet, hogy szét fog csúszni a pedált attól, bazd meg. Amúgy. Nagyon határon táncolok, úgy érzem. Ó, én hamarosan nagyon ideges leszek. P12. Jó helyzetben vagyunk egyébként, nem kell, nem akarok kapkolódni. Konstans plusz épp nyugodtan, kurva jó ez a verseny. Incident in turn 5. We'll need to come in for repairs, they've shown us the meatball flag. Bazd meg! There's an incident in turn 7. It looks like it's DeHaan. A gyerek remélem nem hiszi, nem gondolja, hogy ez szándékos volt. Mik ezt hamar ki lehet mutatni, hogy nem volt szándékos. Basz meg! Istenem! What's your speed limit in the pits? Pit lane speed limit is 64 kilometers per hour. Üzemanyagot ne is tankoljanak, basz! Picsába! De jó, hogy nem a... Az utolsó 2 centiméteren szóltok, hogy meg kéne állnom. Na nézzük meg, mi történt. Pofám szakadt benne, az meg. Kellett tényleg megszólalni. Hogy a csodába? De élvezetes volt pedig, olyan kis nyugodtan itt elkényelmesedtem, jó volt minden. Ezt erre bám. Gyerekek? Nem már. Nézzen is, az a baj. Azon kezdtem kapásul gondolkodni, hogy ezt hogy nem tudtam elkerülni, bazd meg. Üdös kurva életbe, bazd meg. Mondjuk ez még hagyjál, mert adok egy sallert a srácnak és megyek tovább. De bazd meg, hogy én nem balra kerültem ki. Mondjuk ezt hogyan tudtam volna? The leader has just done a 127. Nem. Figyelj, így jött ki a lépés, nem. Nem bírtam már itt elfordítani az autót, tehát megforogtam volna, hát még jobbra hiszen nyitottam a kormányon. Az meg megint más kérdés, hogy ezek a okos tónik, hogy a picsába nem tudták fölbeírni a terepet. Hát mit hittek, hogy... Szóval... Tónik, ez is érthető, mert nyilván ő azt gondolja, hogy ott állóra fékeztem, tolatok, elmegy gyorsan, siet, verseny van, befordultam elé. De mit csináljak, bazd meg? Baleset van. Kurvára bal szerencsés volt ez a helyzet. Én abban bíztam, hogy de kár ezért amúgy. Szóval én abban bíztam, hogy hogy itt el tudunk még menni jobb oldalt. Azt gondoltam, hogy a baloldali az ideális híven lévők azok félig ideális éven lévők, azok így állóra fékezték a járművet. Hogy hogyan sikerült ezt előidézni? Azt is megnézhetjük amúgy közben. Míg szerelnek a srácok. Tudni valami hülye baromarc. Ja nem, nem. Egyszerűen csak túltoltak. Gratulálok. Az a lila amúgy új, de korrekt volt. Öcsém, mennyi helyet hagyott? Oda néz. Nagyon korrekt. Ez egy nagyon szép csata volt. Hát a sász meg... Tudom ezt, hogy sikerült összehoznia. De... Bazd meg! Mi? És komolyan így kell bevenni egy ilyen kanyart? A második körbe?
The car in front is pitting. Túlvállalta. Túlvállalta. Hát figyelj, hogyha itt ő nem forog meg, akkor kiütötte volna az ellenfelét, fixen mondom ezt. Sőt, ki is ütötte. Hát olcsó megúszta az a lila. Na. Ennyi. Öregem. Öveg. Hogy el Sean Ford át itt? Úgyi. Hihetetlen. Hihetetlen. Öcsém! Áj, de sajnálom ezt. Kurva nagy mínusz lesz ebből, az előbb pedig olyan jót pluszoltunk. Ő mínusz 57. Figyelj, hát egy... Én ezen a versenyen azért végig szammognék, ha nem probléma. Kérdés az, hogy most várjuk meg, míg teljesen összerakják az autót? Vagy csak a szükséges módosításokat kérjem? Mert lényegében még 12 percet itt állnék a boxba. Melyik érdemes? Van 2,5 percünk megbeszélni, és kacok, csak mondom. Még lehet, amúgy még egyszer ki kellene jönni a boxba. Mert igen. Tehát én azt mondom, hogy inkább szeretessük tovább, mert nem lenne üzemanyagunk befejezni a versenyt. Ja. Vagyis 6-20 necces üzemanyag, nagyon necces. Még egy ilyen pluszba 2 percet kéne várni. Az jó? Addig szerelnek, tehát folyamatosan szerelnek. Ja, sose csinálják meg normálisan, de mennyire lesz szar? Eléggé, ja. Jó. Maradunk. Megvárjuk a 12 percet. Addig mindjárt megnézzük, hogy milyen verseny van, mert van verseny. Közben lehet itt szemezgetni, viszont... Lehet, hogy szétjött volna, lehet, hogy így úsztam meg a legkevésbé rosszul a versenyt. Mert a pedál tartóda mindjárt bemegyek, meghúzom. Haladok, sietek egy fél perc, aztán meghúzom itt ezt a csavart, azt ennyi. De se némítom magam. Élvezkedjetek csak, erőködök itt. Elvedek! Te életbe menj! A laza hát! Az öreg anyádat! A laza, bazd meg! Olyan laza, mint a rosebb. Így el lett. Szétjött volna, gyereke. Rohadt mocskos tetülád, aki ezt kitalálta, komolyan mondom. Úgy húznám meg ezt, hogy... Megmondom, megmutatom én nektek, hogy húzzám ezt meg legszívesebben. Komolyan mondom ezt most. Ötszázas a vérnyomásom. Úgy húzzám meg, hogy aki ezt kitalálta, megfognám, ide raknám a fejét, kinyitnám így, széthúznám a száját, ha rátenném a csavarra, összecsuknám a száját, és úgy, adnám neki, szorítsad apukám, szorítsad, mert... Erős Pistával bekenem az összes lyukadat. És úgy húznám meg. Az a hülye marha, aki ezt kitalálta, de tényleg. Hogy lett ekkora sunyi, üdös paraszt állat? 16 óra játék után konstant szétsúszik az egész. Nem lehet úgy meghúzni, az a képtelenség, mert nincs olyan fogás rajta, hogy amivel meg tudnám húzni. Még ilyen csúszásmentes gumis ruhával is húztam én ezt már meg korábban. Semmit nem ér? Hát nem lehet úgy megtépni egyszerűen. Na. Ja, megfurod nekem, Gungesz? Arra gondolsz? Köszi.
Figyeljetek, most viszont szerintem rosszul ülök. Jó ez így? Múltkor is meghúztam, picit közelbe állítottam magam a... Á, jó ez így. De minden, majd úgyis az első versenyen fog kiderülni ez igazából, hogy mennyire fogok fájni. Nem, hogy nem probléma ez igazából, tehát most emiatt én nem akarok itt fúrni, faragni. De köszönöm egyébként, tehát nyilván ez a leglogikusabb. Emiatt itt nem akarok olyan óriási feladást, mert bizonyos időközönként mindig meghúzom, csak ilyenkor mindig mondom a magamét, mert itt mit csináljak? Hát fülig érő szája, azért nem fogom ezt tudomásul venni. Mert közben ránézünk itt a fiúkra, hát itt óriási verseny megy. De megnézzük a köridőket. Aha! Nézd oda, 27 közepét jönnek, hát szóval nem hiszem, hogy olyan őrületesen jó lenne a pályatapadás. Ő megy igazán nagyon jól, ez a Roberto. Ez kicseszett jól megy szerintem. Illetve ő. Erik. Meyer. Vele találkoztunk, hát vele versenyeztünk az előbb. Valamire gyorsabb. Hát ez most lehet az egyedi beállításnak köszönhetően, vagy a pályatapadásra köszönhetően. Picikét amúgy szerintem jobb volt a tapadás. Én úgy éreztem. Ezért is élveztem. Olyan... Nem volt olyan érzésem, hogy a... Ilyen, nem is tudom, ilyen, mint hogyha rosszul lenne fölmelegítve a gumi, vagy... Nem működne jól a gumi, vagy bármi ilyesmi. Fura, ez... Jézus úristen. Ilyen, mint amikor így el van kenődve a gumi, vagy... Olyan érzésem van legalábbis, így tudom... Elmondani jól. Olyan, mint amikor már... Szárad a pálya, és te még esőgumikon vagy kint. Működik száradó pálya, vagy működik, de már nem az igazi. Milyen hasonlatot mondjak még? És erre kell annyira jól ráérezni, hogy olyan köröket legalább tudjunk menni. Fél másodpercek konstans gyorsabb köröket. És akkor az már korrekt lett volna az előbb is. Előző verseny. Ott már tudtunk volna akkor támadni azzal. Az fix. Sőt, azzal, igen, támadni, jól mondtam. Nem cifrázom. Igen. Amúgy nincsenek ördöngős nagy versenyek. Hát esetleg itt az első helyért. Mi értelme van végigmenni? Hát annyi, hogy gyakorlunk egyrészt, másrészt meg... kevesebbet minuszolunk talán. Bízunk abban, hogy az ellenfelek kiesnek. Nem mennek ördöngős köröket a fiúk, továbbra is az a helyzet. De lassan megy az idő. Ezek szerelik egyáltalán? Remélem, hogy szerelik, baszki. Amúgy már tudnánk menni. Jó mondom? Nem is kellett volna tankolni. Semmit nem kellett volna tankolni. Kicsit azért úgy... Egy ilyen hétkörre több üzemanyagunk lesz körülbelül. Hát ha ezt tényleg megvárjuk, akkor fixen. Most jött a sászboxba, az ölt ki. Ő túlélte a baleset, ő itt volt mögöttem. Ej, te sutyó. Ő túlélte, én nem. Csendben szerelnek. Lehet, hogy nem is dolgoznak a fiúk? Na mindjárt kiszállok az autóba, az ostorral megkergetem őket itt az autó körül. Úristen! Úristen, hogy néz ki az autó, te? A bal hátulja. Uff. Yeah! Oh! Jó. Ez nagyon rossz. Ez így nagyon durva. Úristen. Nem. Ezt amúgy kijavítják majd, biztos, hogy fölraknak egy új lökhárítót. Korábban is így volt, akkor elhagytuk. Mondjuk akkor két ennek voltak föltenni egy újat. Most meg lehet, hogy csak így kikolapálják a meglévőt, mint a Ford VS Ferrari-ban, vagy melyik volt az? Ford VS
ahol a Christian Bale meg a Matt Damon játszott a Fordot, a Bale, mit tudom én, hogy volt az már? És ő ott ütötte ki a sortartóját. Úristen! Az egy nagyon jó film amúgy, aki szereti az autóversenyt, egy kötelező darab tényleg, szenzációs film. Figyeljetek, én úgy néztem azt végig, hogy hál' Istennek azt is volt szerencsém moziba megnézni, és kusba nem ropogtatott mellettem senki hülye gyerek, semmi hülye gyerek. Az az istenes, ebben, hogyha valaki azért hogy eszik, táplálkozik, az ennyire nem vagyok rigolyás, de az, amikor csámcsok valaki még rá is tesz direkt egy lapáttal, hú. Na és úgy néztem azt végig, hogy rendesen szurkoltam, baszki. Ahhoz úgy erők. Nándilag nem szurkoltam úgy, mint a Christian Bale-nek. Bizony. Majdnem feltéltem a széknek a karfáját. Karfáit. Hú. Nagyon jó film. Krisz, nagyon szépen köszönöm neked a feliratkozásod. Mérhetetlen nagy tapsiarral. Köszönöm szépen. Kemény kedvemben vagyok ma. Hát nem csak ma, egész héten ilyen vagyok. Nem tudom, lehet menstruálok. Nem tudja. Még nem jöttem rá. Nem tudom. Piros betűs napok ezek. Kurva életbe bele. Még mindig. Megy a reparálás. Ilyenkor... De hogy... Mi volt ott a Ford? Nem akarták engedni valami súlyhatár miatt, vagy valami volt, és olyan drasztikus és meglepő cselekedetre sarkalta magát, hogy mindenki meglepődött, még én is. Úgyhogy... Kocsit is keményen odavágta? Én? Kicsoda róka. Hú, ma nagyon ilyen alattomos kedvedben vagy szerintem, így a semmiből így egyszer csak így... Az hogy a háttérből... Próbálod ma irányítani a szállakat, úgy veszek észre. Ha megint meghúztad a váratlant, ha ilyen furbányos napod van, jó van, jó. Oké. Okay. Nekem is van ilyen néha, látod, nekem is ilyen. Mikulás van. Igen. Ja, ennyi amúgy. Így van. Időközönként én is ezeket a... Tehát múltkor megnéztem a Top Gun-t, az új Top Gun-t. Így, hogy írtad ez, bocika. Tehát, hogy... Vannak olyan filmek, amiket bizonyos időközönként meg kell nézni. Annyira jó, hogy úristen. Nyilván nem lesz az az élmény, de közel lesz hozzá. Sokan nyaliznak, úgy érzed? Hát Laci, hol van? Laci nem nyalizik. Hát Laci az... Mondjuk, de Laci is ma ilyen nyalizós napot tart, de igazad van. Jaj, tényleg amúgy. Emiatt nem is adtam neki tejót. Laci, itt vagy? Hoppá, bocsánat. Laci! Az itt valaki nem látta? Addig neki egy tejót, mert olyan nagyon fura. Tényleg amúgy, emiatt nem is. Ezt szóval sem tettem még eddig. De fura. Most rosszul is érzem magam. Nem baj, mert múltkor? El legközelebb behajtom rajta. Holnap remélhetőleg jön. Akkor át fog kapni. Hogy a végén még más is megiridni. Viszony. Amúgy tényleg ezt majd le kell tesszelni. Megint ilyen 70-80-as púlzusomban körülbelül. Jó. Jól érzem magam. Figyeljetek. Mondjuk azért megnéztem volna most. Véletben holnapra össze kell rakni ezt a púlzusmérőt. Nagyon. Borzasztóan idegesít, hogy ez nem sikerült. Most is azt írja, hogy csatlakoztatva pedig. Kíváncsi leszek arra, hogy... Ha majd a jövőben Robi, akivel múltkor versenyeztünk legutóbb, hogy átvált Mercedesre, és megy majd vele jó néhány versenyt. Kíváncsi leszek arra, hogy milyen véleménye lesz az autóról. Nagyon kíváncsi leszek arra. Ő ugye múltkor BMW-vel tolta. Jól. És ott is amúgy érezhető volt, hogy egy
olyan lutri faktor van ezekben az autókban, ezeken a pályákon, hogy ilyet nem látsz egy Auditól, bakker. Szóval valahogy jobban kezelik ezeket a melegebb körülményeket, a rosszabb körülményeket szerintem. Ilyenkor jön ki igazán szerintem. Hogy talán az Audi tényleg, minthogyha nem az, hogy gyorsabb, de megbízhatóbb, stabilabb. Jól működik, ugyan hasonlóan működik, mint a Mercedes, csak úgy működik, mint a Mercedes, csak stabilabb. Kiszámíthatóbb talán. Valami ilyesmi lesz a megfejtés. ...24 másodperc, és úgy megindulunk. Amúgy az a helyzet, hogy van vissza 17 perc a versenyből. Mindegy, kicsikét kocsikázgatunk, ennyi. Mozgásba tartjuk magunkat. Nem olyan feszes. Igen, igen, nagyon jó. Igen, ez jó, jó, amit mondtál. Okay, Nandi, watch your oil temperature. It's pretty high. There's traffic behind. Watch your mirrors. Boxen, tényleg túl melegedett a motor. Oh, fuck you. Thank you, job well done. Ez az. Ezt megnézhettem volna, hogy mennyire kalapálták ki az autót. Arra még lett volna idő. Jó. Ezt a srácot illene levadászni valahogy. Your engine temperatures are now back to normal. De persze, sokat álltunk egy helyben, az fölforrósodott a rendszer. Ilyenkor kéne ugye egy motor start-stop, és nekem az nincs bekalibrálva. Piatom, hát bakker megyek én. Nem úgy tűnik. The leader's just done a 127.28. Okay, Nandi, 15 minutes left, that's 15 minutes. Már 48 mínusz, ennyi. Már csak 48 mínusz, inkább így. Jövünk fölfele. Nagyon szép hangja volt. Szerintem rosszul kalapálták ki a lökhárítót. P19, fastest lap. Ajaj. Ajaj. Mi ez a lap megint, bazd meg? Na ne szórakozzunk, ne szórakozzunk. Légy szíves. Ne. Ne. Ezt ne kezdek önyörögve, kérlek. Gyerekek.
Ez a verseny szerintem teljes mértékben el volt átkozva. Hát akkor ezek szerint mégsem a felbontásra hibás. Ugye? Bizony. Bizony. Szar ez mindenhogy. Előbb-utóbb ez rossz lesz. És hogy ez minek köszönhető? Nem tudom. Nézd meg. Elfogy az FPS. Teljesen elfogy! 60! Hát az anyádat! Egyik pillanatról a másikra. És most jó. Most megint rossz. Jó, hát így nem lehet autóversenyezni. Hagyom eldobom. Hú, melegedett a számító is. Ja. The leader, Maya, is pitting. Blue flag. Azon se lepődtem volna meg, hogyha itt most ki forog alóla van gép. Na jó van, én itt félreállok, aztán ennyi volt. Hát most nyilván ezt tudom előre, akkor nem várunk ennyit. Nekem ebből egy elegem van. Nem baj, jó? Engem ez most így... Itt az elmúlt napok nekem erről szóltak, úgyhogy megelőzöm az idegeskedést. Bár legszívesebben most is valamit föl tudnék rúgni. Dobok egy restartot szépen, és akkor megyünk vissza Detroitba. Nem szeretnék így versenyezni, hogy akadozunk, mikor tudom, hogy működik ez normálisan is. Állandóan az meg azon kell kattogni, hogy mi a rossz beállítás vajon. Mikor ennél optimálisabb beállításokat el se lehetne képzelni szerintem. Na mi van gyerekek? Föl se áll már a gép. Az hittem impotencia bejelentkezett. Már a gép se. Vártam ezt a hozzászólást. Pedig ma még direkt még meg is takarítottam egy kicsit a gépet, hogy mármint belülről, tehát a Windows-on belül. Véletlenül se legyenek problémák. De van. Ugyanúgy. Hát na. Hát magas labda volt, bizony. Igazad van sajnos. Ilyet ki kell használni könyörtelenül. Zicser volt. Így. Mi is baj egyébként, hogy
Radio check. Hogy... ennyi. És már tudunk is menni a versenyszerverre. Oké. Ahol most nyilván első körben csak szabad edzés lesz, de nem baj. Kicsit legalább... megnézegetjük az autót, a pályát. Másabb helyzetekben, vagy... ja. Mert amúgy meg valószínű, hogy... valószínű, hogy ugye nyilván, amikor elkezdünk versenyezni nap elején, akkor szünet nélkül versenyről versenyre megyünk. Úgyhogy néha ezek az autótördelések nem is jönnek olyan rosszul. Ja. Legalább egy picikét rá tudunk feszülni a gyakorlásra. A szabad edzésekre. Szia, Tomi! Nehogy mondok hajnalka. Ne viccelj. Annyit mondtátok már ezt a túlmelegedést. Rendesen elgondolkodtattatok. Elgondolkodtam. Lehet meg kellene figyelni egy kicsikét a hőfokokat. Valami ilyesmi. Hát ha... nem hiszem egyébként. Ilyen probléma lenne. Ki van zárva. MSI Afterburner nincs. Szia Archie. Még nem próbáltam az IMS-át. Azt sem tudom most így hirtelen, hogy az micsoda. Az a multiklassz, ugye? Ott megy mindenki. Hol versenyeznek most ők? Arról mit lehet tudni? Igen! Nem szabad működő koszos rendszereket úgy kell hagyni. Megbolygattad az ökoszisztémát. Ez az jó. Jogos. Így van. LMDH. De mi az az LMDH? Az a V8 hibrid, ugye? Long Beach. Hát ez... nem is tudom. Hirtelen nem is tudom melyik a pálya, de ott voltam már korábban, az biztos. Talán még valamelyik gridbe? Az egy ilyen... Projekt Cars-ba talán? A BMW hibrid van még ott csak. Miért lesz ott más is? Milyen autók vannak abban való életben? Ja, hát várj, hát az a... ott van a... mit... ahol most idétől van a Ferrari, ugye? Vagy rosszul gondolom? Hibrid prototípus autó. Menő. Hát igen.